Hadis László, Kovács Márton, Kovács Ottó Gábor, Mozga Gyula honvédek és Sivák József szakaszvezető. Mindezöten az 1956. november 4-én a Tamási laktanya ellen indított szovjet támadás áldozatai. Nekik, valamint az egész ország területén hősi halált halt társaiknak és a forradalom polgári áldozatainak állít emléket a 2018-ban elkészült emlékmű, ahol az 56-os eseményekre emlékeztek, majd helyezték el a kegyelet virágait, koszorúit a város, a testvértelepülések elöljárói, az intézmények, a szervezetek vezetői és a jelenlévő magánszemélyek. A koszorúzást követően a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét, a Béri Balog Ádám katolikus gimnázium diákjai elevenítették fel a művelődési ház színpadán. A félelmet és bizonytalanságot, melyet a 65 évvel ezelőtti forradalom okozott, az utcákon, az otthonokban is, a Bédis Diákok műsora életre hívta. Én itthon voltam a családommal. Azt akárki mondhatja. Na jön lesz, hogy házkutatást tartom. Házkutatás? De hát miért kérem? Miért a házkutatás? Az azt jelenti, kicsikém, hogy mi most szépen benézünk mindenhová, és ha megtaláljuk, amit az apád rejteget, akkor elbeszélgetünk vele. Igen, igen, elbeszélgetünk vele. És elárulja nekünk a titkait. Minden egyes titkot, még azt is, ami nincs. Apa, neked van ajánlód? Nekem nincsenek titkai, kérem. Nekem családom van. Még nincsen, te mi? Még nincsen! Most mondja! Most mondja! No, áruld el szépen, kinek dolgozol? Ne kérdezz magad, úgyis kiszedjük belőle! Ne bántsák az apukámat! A város polgármestere Porga Ferenc ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy 1956 megmutatta, mire képes egy kicsi ország Európa közepén. A forradalom, melyekről az ősök nem szívesen meséltek, hallgattak inkább, Tamásit is érintette. Tamásiban is voltak forradalmi események, ezt nagyon kevesen tudják, és nem csak a városban, hanem a forradalom leverésével kapcsolatosan sajnos az akkor még magyar laktanyában, ahol a szovjet támadás következtében 5 kis katona lelte halálát, és hát rájuk is emlékezünk, és mindazokra, akik a forradalom előtti időszakban meghurcoltak, akiknek borzasztó nehéz életük volt a háború utáni korszakban, Rákosi korszakban. Hát, hogy kevés olyan történelmi esemény van a magyar történelemben, amire azt mondhatjuk, hogy a nemzet, a magyarság többsége összefogott és egyet akart. Én azt gondolom, hogy a nemzet 95%-a 56-ban egyet gondolt, egyet akart és egyet is cselekedett. Összefogás, szabadság, szeretet és a magyarok függetlenségi vágya, az teljes mértékben kiteljesedett 56-ban. Sajnos egy nagyobb erő úgy döntött, hogy akkor nem lehettünk szabadok. A városi megemlékezéssel gondoskodtak arról, hogy az utókor számára se kopjon meg a történelmi emlékezet.